Szóval Rumli úgy kezdte a napot, hogy először megpróbálta leszedni a madarak által oly kedvesen megpecsételt ablakunkról, ami kívülről van, és belülről nem tudja leszedni, és bement a, hát én nem tudom, mi mögé, hogy hogy nevezzem, de most ott bent van. Tehát mindig rumlizik valamit, minden nap kitalál valamit. Még nem tudod, hogy hogy jössz le onnan, igaz? Betyár, milyen csaj már, állandóan rosszaságon töri a fejét. Komolyan mondom, fiúnak készült. Na, gyere le onnan, kis bestiám. Na, gyere. Na, hogy jössz le onnan? Most beragadtál, mi? Na, pedig van ennyi, ha le tudjál jönni, csak nem jó fele van az irány. Erre gyere. Erre. Erre. Jaj, de betyár vagy. Nem, nem akartam még futni indulni. Á, nem. Na, tuti beszorultál. Na hát ő az én kis rumlim. Foltika, bestia, rumli. Hát így állunk. Szóval ha nevet akartok választani, akkor várjátok meg, míg a cicátok egy kicsit megnő, és elkezd élni a cica életét. Biztos, hogy találtok neki sok-sok nevet. Na sziasztok, szép vasárnapot, kiszabadítom rumlit. Vasárnapot? Várjunk már, még szombat van. Na sziasztok!